Beszámoló. 198. évadát zárta a Miskolci Nemzeti Színház. Megmérettetés, szóbeli érettségi a Bocskaiban. Szórakozás, az új harangodiak falunapja. Köszöntöm a Globo Televízió nézőit, Kuti Kuruc Hajnalka vagyok. Június 15-én véget ért a 2021-2022-es évad a Miskolci Nemzeti Színházban. Két vendégjátékkal még várják a miskolci nézőket a nyári színházban, a társulat pedig elkészült az új évad két produkciójával is, így most egy kis pihenőre megy a teátrum. A Miskolci Nemzeti Színház évadzáró társulati ülésén Béres Attila igazgató elmondta, azt hiszem még mindig nagyon szerencsés a csillagzatunk, és iszonyú nehéz úgy tartani az égboltot, hogy ezek a csillagok ott is maradjanak. Ezek a csillagok ti vagytok. A magyar nyelv nem ismer olyan formulát, ami kifejezheti azt a köszönetet, amivel tartozunk nektek, idézte szavait Béres Attila a társulathoz. Nehéz egy évet értékelni, hiszen két éve folyamatosan dolgozik a Miskolci Nemzeti Színház, és ha a szubjektív értékelésen túl, nagyon fontos az objektivitás, és azt tudom mondani, hogy a Miskolci Nemzeti Színház 100 000 fölé emelte a néző számát, hogy összehasonlításképp érthető legyen, a pandémia alatt közel 30 000 nézőnk volt, a pandémia előtt 130 000 nézőnk. Na most az, hogy az elmúlt fél évben sikerült 100 000 fölé vinni a nézőszámot, az a színházunk működéséről árulkodik nagyon pozitívan. Igazgatóként azt tudom mondani, hogy hát egy fantasztikus társulat van Miskolcon. Nem egy cikket, nem egy véleményt hallok arról, hogy emberek ezért a társulatért sok-sok kilométert utaznak, hogy Miskolcra jönnek színházba jönni. Nagyon nehéz egybe tartani ezt a társulatot, hiszen gondoljanak csak foci példára, hogy mondjuk egy német kis csapat legjobb csatárát egyből a Barcelonába látjuk. Vagy, tehát itt is, de az biztos, hogy ez a társulat jelen pillanatban egybe van, jövőre egybe marad, és azt gondolom, hogy ugyanazt a minőségi munkát, amit eddig nyújtottunk, jövőre is meg fogják kapni a kedves nézőink. Ez közel 3 000 szavazattal járt, és akkor az volt a kérdés, hogy elégedette ön a színház jelenlegi művész irányvonalával. Több mint, tehát százalékban mondom, 99,7% azt mondta, hogy abszolút elégedett, 0,3% azt mondta, hogy nem elégedett. Én azt gondolom, hogy ez is egy bizonyíték arra, hogy folyik itt munka. Számszerűsítsem, több mint 2900 szavazat volt, 9-10-es, és összesen 10 szavazat volt egyes. Én azt gondolom, hogy 3 000-ből 10 azért az nem rossz arány. Veres Pál Miskolc polgármestere úgy fogalmazott, nem tudok és nem is akarok elfogult lenni. Ebben a világban, amelyikben élünk, sokszor kiszolgáltatottakként, sokszor elszenvedőkként, háború és meg nem értés közepette van egy hely itt Miskolcon, ahová megérkezni jó, ahol jó lenni. A társulati ülés során kihirdették a társulati szavazás eredményeit. Az évad színművésze Bodoki Márk lett, a legjobb énekkari művész pedig Zamatócki Florianna. A vezetőség által odaítélt Spiritus díjat idén Kriston Szabolcs kelléktárvezető kapta. A művészeti tanács díjával Koncz Boglárka művészeti főtitkárt jutalmazták. A Szerencsi Bocska István Katolikus Gimnázium és Technikumban június 20-án reggel megkezdődött két végzős osztály tanulóinak a szóbeli érettségi vizsga. A tanulók sokat készültek a szaktanárok segítségével eddigi életük legnagyobb megmérettetésére. A Bocska István Katolikus Gimnázium és Technikum diákjai a szóbeli érettségi előtt még a tantermekben izgultak, a nagy megmérettetés előtt, azonban többen még a felelet előtt átnézték a tételeket. A tétel kihúzása majd kidolgozása után a maturálók beszámoltak a 4 esztendő alatt megszerzett tudásukról. A tanulók sokat készültek a szaktanárok segítségével eddigi életük legnagyobb megmérettetésére.
május első napján ugye megtörtént a ballagás, akkor mint osztályok elballagtak, de ugye mint vizsgacsoportok az érettségi vizsgát akkor kezdték meg utána. Ugye túl a középszintű írásbeli, illetve emeltszintű írásbeliken, az emeltszintű szóbelik is lezajlottak június elejében. Nagyon szép eredményeink születtek, igaz, hogy volt egy pár diák, aki nem vette kellő komolysággal, ott nyilván annak is meglett az eredménye. Volt, aki kicsit túl sok szeretet akart a tortából, de meg lesz az érettségie, csak azt az adott tantárgyat egyet-egyet el kellett engednie. Talán ez az elmúlt időszak Covid-ja miatt is van, de azért az utolsó év azt már hozzá kell tenni, hogy jelenléti oktatásban zajlott a próba érettségit, végig tudtuk vinni, és így maga az érettség is teljes mi voltában zajlik. Ugye a szóbelik, a középszintű szóbelik tavaly elmaradtak, meg tavaly előtt is, ugye az éven ez már teljes mértékben zajlott és zajlik ezekben a jelenlegi napokban. Ugye ez külön öröm talán egy magyarból történelemből, ahol egy kicsit javíthatnak azon az eredményen, hiszen egy erős négyest egy gyenge ötösre, vagy ha százalékokra fogalmazzuk át, akkor egy 60-70%-ot, egy 70-80%-ra fel lehet egy jó felelettel tornázni, ami ugye a felvételibe igen kőkemény pontokat jelenthet, akár azt a megfelelő ponthatárt elérni, bekerülni a kívánt felsőoktatási intézménybe. Úgyhogy az utolsó küzdelmek zajlanak ahhoz, hogy mindenki a megfelelő pontszámát kialakítsa. De hát itt ugye nem csak arról beszélünk, hogy valaki a felsőoktatásba készül, azért egy jó szakma is manapság már megállja a helyét. Úgyhogy vannak azok, akik az egy megfelelő érettségért küzdenek, hogy utána a szakmai irányába tudjanak elindulni. Ez is ugye egy dicsérendő dolog. Több diákkal beszéltem már, akiknek ilyen irányú tervei vannak. Az is nagyon jó, hiszen a régió vagy bárhova a szakember is szükséges. Ugye ugyanúgy, mint a felsőoktatás. Azért itt a felsőoktatásban készülőknél is sikerült olyan szép eredményeket elérni, hogy megint várható azért olyan, aki orvostan hallgató lesz közöttünk, akár gyógyszerészeten, de itt a nemzetközi gazdálkodás irányába is indulnak diákok nagyon szép pontszámmal. Éppen egy 470 pont feletti diáknak a szép feleleteit hallgattuk tegnapi délután, de mai nap is vannak kifejezetten kiemelkedő teljesítmények. Az írásbeli érettségi vizsgák után a diákok otthon készültek a szóbeli megmérettetésre. Az érettségi elnökök szép feleleteket hallhattak a diákoktól. A maturálók közül többen felsőoktatási intézményben folytatják tanulmányaikat, azonban olyanok is vannak, akik már a szakma tanulására koncentrálnak. A katolikus gimnázium is kínál érettségi utáni szakképzést vállalkozás és menedzsment szakon a tanulóknak. Gesztely település részén új harangodon falunapot szervezett június 18-án Gesztely község önkormányzata. Volt főzőverseny, ugrálóvár, játékos vetélkedő és színes zenés szórakoztató programok. A hosszú pandémiás időszak után Gesztely község önkormányzata az új harangodi település rész központjában a helyiek nagy örömére megszervezte a falunapot. A vidám eseményt Simon István, Gesztely és a település rész polgármestere nyitotta meg, aki beszédében kiemelte, hogy a pandémia után most volt lehetőségük új harangodon megszervezni ezt a vidám szórakoztató programot. És valóban igaz az, hogy nem volt új harangodon ez idáig falunap. 2020-ban szerettük volna megrendezni, de az ismert okok miatt, ugye a pandémia közbeszólt, 2021-re hiába szerettük volna áttolni ezt a falunapot, sajnos nem lehetett akkor sem megrendezni, de most a 2022-es évben, hál' Istennek, azt kell, hogy mondjam, sikerült, és ez nem rajtunk múlott elsősorban. Volt rá igény, van is igény rá. Látszik is, én úgy gondolom azt, hogy az emberek már ezt régóta szerették volna, hogy megvalósuljon. Én bízom benne, hogy itt mindenki a mai nap folyamán azért megtalálja a kedvére való programot. Én úgy gondolom, hogy ez már nagyon kellett és nagyon hiányzott az itt élőknek. Hát a terv az, hogy minden éven szeretnénk megrendezni, hiszen ez egy közösségépítő attrakciós egyúttal, és én bízom benne, hogy a lehetőségek meg is lesznek arra, hogy ezt valóban a következő évben is meg tudjuk, és a következő években is meg fogjuk tudni tartani. A polgármester üdvözlő gondolatai után a vidám zenés-táncos produkcióké lett a főszerep. Elsőként a helyi óvodások mutatták be az alkalomra készített műsorukat. Ó, ram, szam, szam, ó, ram, szam, szam, guli, 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 ram, szam, szam, ó, ram, szam, szam, ó, ram, szam, szam, guli, guli, guli.
Majd az ügyes táncosok léptek a színpadra, akik modern táncukkal kedveskedtek a népes közönségnek. A főzőverseny résztvevőit is díjazták, akik finom falatokkal készültek a zsűrinek. Az elismerések átadása után az új harangodi énekelni szeretők örvendeztették meg a falunap résztvevőit. Édesanyám, ereszen el a bálba, kötény nélkül a rózsaszín ruhámba, gyász már nékem a rózsaszín ruhám is, elva vagyok, elhagyott a babám is. Majd a Ki mit tud következett, ahol a jelentkezők közül bárki megmutathatta tehetségét. Amíg a felnőttek szórakoztak, addig a gyerekek ugrálóvárazhattak, fajátékkal játszhattak, valamint édességet is ehettek. A vállalkozó kedvűek a ralli autókba beülve sétakocsikázáson is részt vehettek a település utcáin. A helyi tehetség Hornyák Bertalan Fanni kedvelt dallamokkal készült az új harangodi közönségnek. Hogy karjaiban tartottál, az új harangodi falunap résztvevőihez ismert mulatós lágereivel Laci Betyár is ellátogatott. Az előadó pillanatok alatt jó hangulatot varázsolt a szórakozni vágyók nagy örömére. A Szerencsi Bocska István Katolikus Gimnázium és Technikum néhány elkötelezett pedagógusa és 30 diákja az elmúlt időszakban a Bodrog folyót és partját 3 napon keresztül tisztították meg a hulladéktól. A természetvédők 150 zsáknyi szeméttől tisztították meg a kedvelt kiránduló helyet Bodrog Keresztúr és Bodrog Kisfalut környékén. A Szerencsi Bocska István Katolikus Gimnázium és Technikum fenntartója az Egri Főegyház megye fontosnak tartja, hogy a diákok a természetvédelmi napok keretében elsajátítsák azokat a hasznos ismereteket, amellyel hosszú évtizedeken keresztül biztonságban élhetünk a bolygónkon, amit kölcsönbe kaptunk. A katolikus iskolában néhány a környezetvédelem iránt elkötelezett pedagógus és tanuló a szabadidejét nem kímélve Bodrog Keresztúr és Bodrog Kisfalut között megtisztította hulladéktól a Bodrog folyót és partját. Itt a környéken van egy nagyobb kezdeményezés, a PET-kupa, és ehhez csatlakoztunk mi kicsiben először, megtaláltuk ki, hogy esetleg mi is egy picit ebből a részt szeretnénk vállalni, ezért itt megalakult a Bocska és PET kalózok nevű kis csapat, és a Bodrog, ugye, ami közeleső rész itt Tokaj, Bodrog Keresztúr, Bodrog Kisfalud, ezt a környéket gondoltuk célpontnak, hogy itt segítséget kérnénk, valakikkel kialakítanánk kapcsolatot, ami most jelen esetben a kalóz kikötő lett Bodrog Kisfaludban, és ők rendelkezésünkre bocsájtották a kikötőjüket, hajókat adtak, kajakkenút biztosítottak a diákjainknak, úgyhogy ez nagyban megkönnyítette a dolgot, hogy ebbe be tudjunk kapcsolódni, úgyhogy most 30 diák 3 napon keresztül volt a tanítási idő után a szabad idejét áldozva rá. Jó idejük volt, kifejezetten remek hangulatban az első nap megtanulták ugye maga a kajakkenuzásnak az alapszabályait, de már a partról, ahol lehetett, így is szedtek szemetet, nem keveset, utána pedig vízre szállva is összekapaszkodva
hoztak le összesen egy 150 zsáknyi hulladékot, amiből sokat szelektíven is sikerült, nyilván ennek a nagy része PET palack, de azért található belőle használt cipőn keresztül tényleg egészen extrém dolgokig, amiket lehoztak. Ehhez a zsákokat ugye a ZHK biztosította, amit megint külön köszönnénk nekik, illetve ugye a városgazdának is a segítséget, hiszen ezek úgy gondolom, hogy ezek közös feladatunk. Mi a humán erőforrást tudjuk biztosítani, igyekszünk azt, hogy a jövő generáció már ezt a hibát ne kövesse el, amit most elkövetünk, hiszen reméljük, hogy itt a gimnázium falai közül kikerülhetnek olyan jövővezetői, akik ebben érdemben tenni is tudnak. A bocska és petkalózók továbbra is figyelnek a környezetük védelmére, valamint a természet megtisztítására a hulladéktól. Azonban mindenképpen fel kell hívni arra a figyelmet, hogy a teszed akciók helyett inkább a ne dobd el elvet kellene hangsúlyozni, hogy a következő generációk is élvezhessék az életet a Földön. Hagyomány az tartsa a községben, hogy vidám zenés programmal ünneplik meg a leghosszabb nappalt és a legrövidebb éjszakát. Idén sem történt ez másként a településen, hiszen július 18-án kora este zenés programokkal készültek a helyieknek. A Szent Iván éjjé program résztvevőit Györgyné Újvári Mária művelődés szervező köszöntötte, majd ismertette a jeles esemény történetét. A népi hagyományok szerint Szent Iván napja a nyári napforduló ünnepe, ekkor a legrövidebb az éjszaka. A szertartásos tűzgyújtás egyik jeles napja, amelynek célja megőrizni a fényt, segíteni a nap évenkénti újjászületését. Ezután Alexander Magic bűvész lépett a színpadra, aki szemfényvesztő trükkjeivel kápráztatta el a nézőket a hatputtonyos borfalú udvarán. Az érdeklődők tapsal jutalmazták a sikeres és érdekes mutatványokat. A bűvész produkciója után fellépett Komáromi Pisti, akinek hangja egyedi, lírikus tenor. Eddig 147 levédett szerzeménye van, dalai kortalanok, mindenkihez szólnak, szövegei mély mondani valóval bírnak. A lírikus poptól a rockon át a táncdalon keresztül az igényes mulatósig változatos a repertoárja a kedvelt előadó művésznek. Új csodát tegyen! Mert az álom valóság lehet, ami minket büszkévé tett. Ezután a Polyp Music Band zenekar lépett a színpadra, akik a táncdal fesztivál hangulatát idézték meg a dalaikkal. A műsor előtt a vállalkozó kedvűek dalt is kérhettek szeretteiknek a zenekar repertoáriából. Felül a kismama, először mondja, hogy mama. A nagyja bánata, szokog a hangja, hogy mama. Valami kell neki, a puci elveri, mama. Anyuskám, anyuskám, ez így volt hajdanán. Oh, oh, rég voltam baba, most már este tíz. Mivel az éjszaka a sötétség és a halál birodalma, így az évnek ezen az éjszakáján a tűz erejével lehet megtörni a sötétség hatalmát. Tarcalon szokás a tűz átugrása is, amely a néphit szerint szerencsét hoz. Pünkösd kettős ünnepe utáni tizedik napja, az Úrnapja.
Ezen a napon Krisztus titokzatos testét, az oltári szentséget ünnepli az egyház. A legyesbényei katolikus hívek június 19-én vasárnap reggel ünnepelték az oltári szentséget. Rácz Bertalan, római katolikus plébános szentbeszédében szólt arról, hogy ezen a napon Krisztus titokzatos testét, az oltári szentséget ünnepli az egyház. A katolikusok 1264 óta tartják ezt az ünnepet, negyedik Orbán pápa tette kötelezővé. Napja eredetileg a Szent Háromság vasárnapja utáni csütörtök volt, és sok helyen ma is akkor ünneplik, a húsvét utáni 60. napon. Elhangzott az, hogy a katolikus hit szerint a Jézus által az utolsó vacsorán alapított szentségben, a Szent Mise során az átváltozáskor a kenyérből valóságosan Krisztus teste, még a borból valóságosan Krisztus vére lesz. Az ünnep fő eseménye a körmenet, amelyen körül hordozzák az oltári szentséget. A körmenet útvonala mentén 4 oltárt állítanak fel az ott tartandó rövid szertartás céljára. Az oltárok fölé lombsátrat emelnek a földre, a tova haladó oltári szentség elé rózsaszirmot szórnak. Virágszőnyeg, másút széna és illatos füvek terítik be a körmenet útvonalát, és a díszítésre szolgáló zöld ágak varázs erejű szentelmények számítottak, hasonló hatást tulajdonítottak neki, mint más ünnepek megszentelődött növényeinek, főleg betegség és villámcsapás ellen varázsoltak velük. A processzió 4 ünnepélyesen feldíszített a 4 égtáj felé forduló oltáránál áll meg, amelynél az atya az evangéliumból olvasott fel részleteket, majd pedig szentségi áldást adott a közösség tagjainak. Ez az áldás hagyományosan oltalmat kér a természeti csapások és a háborúk ellen. A régió és Szerencs gazdasági erősödésének az egyik alapvető feltétele a közúthálózat fejlesztése, ami biztosítja a települések gyors megközelíthetőségét, és ezáltal javítja az itt lakó emberek életminőségét. Az elmúlt években a térségben több alsóbbrendű út is új aszfaltréteget kapott, hidakat építettek újjá, vízelvezető árkokat létesítettek. A 37-es számú főút gesztei elágazás, Szerencs között történő négysávosítása az ütemterv szerint halad, várhatóan jövőre a gyorsforgalmi hálózat eléri a városunkat. Az elmúlt időszakban a Magyar Közút Nonprofit ZRT megszüntette az egy hónapig tartó korlátozást a 37-es főút Szerencs mezőzombori körforgalom között, új aszfaltszőnyeget terítettek, így biztonságosabbá vált a közlekedés. Szerencsváros polgármestere Nyíri Tibor és a kivitelező tájékoztatása szerint július 20-tól megkezdődnek a munkák Szerencsen az Ondi úti lámpás kereszteződéstől Ond-Rátka tája elkerülő csatlakozásáig. Az első héten a szegélyeket javítják és pótolják, majd június utolsó hetében kezdenek hozzá az aszfalt marásához, majd új réteget terítenek a felületre. A város polgármestere Nyíri Tibor kéri a lakosság megértését és türelmét, majd felhívta a gépjárművezetők figyelmét, hogy sebesség korlátozása és a forgalmi rend változására számítsanak, óvatosan és körültekintően vezessenek. Ez a beruházás része a 39-es út a Bolykértől induló, tája elkerülő Mád irányában a mezőzombori körforgalmi csomópontig tartó szakaszának a korszerűsítésének, mondta érdeklődésünkre a polgármester. Az előzetes tervek szerint Szerencsen a Rákóczi útnak a cukorgyári körforgalomtól a fecskési vasúti átjáróig történő felújítása július 4-én veszi kezdetét. Az Országos Meteorológiai Szolgálat miskolci veszélyjelzői szolgáltató iroda tájékoztatása szerint hétfőn a kevés fátyol, illetve nappali gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Kicsi a csapadék esélye. Kedden a fátyol, illetve a nappali gomoly felhők mellett sok napsütése lehet számítani, általában száraz idő várható, de északnyugaton nem kizárt néhol zápor, zivatar. Szerdán a fátyol, illetve a nappali gomoly felhők mellett sok napsütése van kilátás, számottevő csapadék nem valószínű. Mérsékelt marad a légmozgás. Reggelre általában 16 fokig csökken a hőmérséklet, napközben 37 fokra emelkedik. A térség
térségben fronthatásra nem kell számítani. Tisztelt nézőink, a Globo Televízió heti közéleti műsorát, a Globo magazint látták. Új adással legközelebb július 3-án várjuk Önöket. Címünk 3900 Szerencs, Rákóczi út 43 szám. Telefonszámunk 47-es körzet 361-156. E-mail címünk szerkesztőség@globotv.hu. Elérhetőségeinken várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, javaslataikat. Honlapunkon a globotv.hu-n a hét mindennapján olvashatják friss híreinket. Köszönöm, hogy velünk tartottak, és a jövőben is várjuk Önöket a képernyő elé. Viszontlátásra!